Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a szép, enyhe tavaszi délutánok, délutánon. Önök a következő órában a Hit Kapuja című műsort hallhatják majd. Széke János Püspök atyával, akit szintén köszöntök itt a stúdióban. Jó magam pedig, Kindelman Győző vagyok. Műsorunkat az elmúlt hetekben ismétlésekként hallhatták, de most már ismét élőben jelentkezünk, hogy aktuális vagy éppen sokakat foglalkoztató hitvédelmi kérdésekről beszélgessünk. A mai alkalommal a húsvéti idő kellős közepe lévén a feltámadás témakörét fogjuk nagyító lencse alá venni. Keresztény hitünknek ez az egyik központi alaptétele. Mégis 2000 éve sok-sok kérdést vett föl, talán éppen az előbb említett dolog miatt, és sokaknak jelent ez az esemény támadási felületet, vagy éppen kételkedést, hogyha part túloldalán állnak. Lusbuk atya, mielőtt a konkrét húsvéti eseményekről beszéljünk, hadd kérdezzek meg valamit, amit a Fülem hallatára tárgyalt meg két ember a nagyszombati szertartás után az esti behajló körmeneten. És ez pedig a következő volt, kérdezte az egyik a másiktól, hogy mi köze a keresztény húsvétnak a zsidó húsvéthoz? Miért kell nekünk a legnagyobb ünnepünkön az egyiptomi kivonulást és a pászka ünneplést felolvasni a szertartás során, mikor Krisztus áldozatának ehhez semmi köze nincsen? Lehet, hogy másokban is fölmerül hasonló kérdés. Mit tudunk nekik válaszolni erre, Püspök atya? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. És volt erről már több alkalommal úgy érintőlegesen szó ebben a műsorban is, hogy a, az Úristen, amikor megszólítja az embert, közel akar hozzánk jönni, azt is lehet uh, talán mondani, hogy beletestesül ebbe a világba. Eljön a, az embernek a létszintjére. Az ember ugyanis nem tud ő hozzá fölemelkedni, mert az Úristen egy más minőségi szinten, egy más létszinten van, tehát ő neki kell hozzánk eljönnie, leereszkednie, a térben és az időben jelet adnia önmagáról. És hogy ez megtörténhessen, az Úristennek kell egy olyan közeg, ahol az ember ezt meg tudja érteni. Vagyis kellenek szavak, amiket ő használni tud. Így fogalmaznám ezt, vagy így szeretem megfogalmazni, hogy ahhoz, hogy a messiás eljöjjön, hogy az Isten ember lehessen, ahhoz kellett neki bölcsőt készíteni egy helyet, ahol vannak olyan emberek, akik tudják, hogy ki az Isten, ki a szövet, mi az, hogy szövetség, mi az, hogy tíz parancsolat, várják a messiás eljövetelét. Tehát ahhoz, hogy legyen Simeon, meg Any, Anna, meg a Szűzanyam, meg József, ahhoz kellett létrehozni, amelyben az Úr Isten meg tud szólani. És az Ószövetség ezt teszi meg, tehát előkészíti az Isten nek a cselekvését és tervét Krisztusban. Isten tehát elindítja ezt a folyamatot, szól az emberhez, és ez teljesedik be Jézusban. Egy organikus egység. Aki megpróbálná Krisztus elszakítani az ószövetségtől, kicsit olyan, mintha a gyökérről a, a, fát levágnánk, millió szállal kapcsolódnak össze. És konkrétan e akkor ez a zsidó húsvét és a keresztény húsvét tekintetében hogyan kapcsolható egymáshoz? Jézusnak a, a szenvedése az pontosan időben egybeesett a zsidó húsvéttel, tehát az ő húsvét az utolsó vacsora, az egy húsvéti vacsora volt, a húsvéti bárányt költötték el. És amikor Jézus megtöri a kenyeret, egy teljesen új jelentést ad ennek a régi húsvétnek, a szabadításnak. Azért is, hogy ilyen módon a az régi jövendőléseket beteljesítse, tehát pontosan úgy értelmezi a maga húsvétját, mint az első húsvét beteljesedését, egy új szövetséget, egy örök szövetséget. Ő az igazi bárány, azt mondja, hogy ez az én vérem a szövetségé, amely sokakért kiontatik, ahogy Mózes az első szövetségkötéskor azt mondta, hogy meghintette a népet, és azt mondta, hogy ez a szövetség vére. Tehát teljesen egybe illeszkedik a régi húsvét és az új. Egyébként Jézus egész működésében ez jellemző, tehát ő újra és újra hivatkozik az Ószövetség nagyjaira. Azt mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat és új vagy azt mondta, hogy Mózes róla miért. Tehát ha Jézusról szeretnénk az Ószövetséget leválasztani, ez egy teljesen lehetetlen vállalkozás lenne. Szinte minden mondatában benne vannak az Ószövetségi utalások és idézetek. Azt talán hadd tegyük hozzá, hogy amikor mi az Ószövetséget olvassuk, akkor teljesen Krisztus fényében olvassuk. Tehát nem önmagában, mint ö, egy lezárt művet ö, tekintjük az Ószövetség könyveit, vagy mint egy önálló egységet, hanem mint ami természeténél fogva mindig is a messiásra utalt, a beteljesedésre utalt. Vagyis mindig Krisztus fényében olvassuk. Tehát amikor mi húsvétkor elolvassuk a régi pászkának a történetét, ez nem egy ilyen régészeti vagy vallástörténeti kuriózum, hanem mi Krisztus látjuk, az Isten szándékát látjuk ebben is, aki a népét azért ö, szabadítja, meg azért szól hozzájuk, hogy az idők teljességében majd az egyszülött fiát küldhesse közéjük, és hát mindannyiunkhoz. Én azt hiszem, hogy ez megnyugtató válasz volt mindazok számára, akik az új és az új szövetséget kételkedve próbálják meg összetenni, vagy kételkedve hallgatják az összekapcsolódást. Nos, akkor <térjön> térjünk át az igazi mai műsor kérdéseinkre. Az első, ami ezzel kapcsolatban, már mint Jézus halálával és a feltámadásával kapcsolatban fölmerül, ez a halálnak a kérdése. Az a teória, hogy Jézus valójában nem is halt meg a kereszten, ez az elmúlt századokban föl-fölmerült minduntalan, például a 7. században keletkezett koránban is megjelenik, sőt, egyes muszlimok azt állítják, hogy megkínzatása és felgyógyulása után, magyarul is jelent meg könyverről egy nagyon népszerűnek tartott, vagy fogyóskal kapósnak bizonyult könyv, tehát, hogy a megkínzatása után Jézus felgyógyult, és utána Indiába szökött a római hatóságok elől, és, Kasmir és Kasmirban ez egy egy indiai állam, mind a, napig, mind a mai napig mutogatnak egy sírt állítólag, amely Jézus sírja, szerintük, sőt a turista prospektusok alapján az odalátogatók akár kezet is foghatnak Jézus harmadik évezredi leszármazottjaival. Aztán a tetsz halál elméletnek számos változatával találkozhatunk ma is a bulvársajtóban, vagy a hatásvadás, hatásvadász bestseller szerzőknél például a konspirációs teóriát valók azzal támasztják alá a hipotézisüket, hogy Jézus csak elájult a kereszten. Vagy mostanság az egy népszerű feltételezés, hogy egy olyan szert kapott, amikor a szivacs segítségével ugye megitatták őt, hogy ő csak elájult a kereszten, és az életfunkciói ideglenesen megszűntek, vagy lelassultak sőt másfél évtizedel ezelőtt sajnálatos eseménynek lehettek tanulni a hívek egy hazai plébánián. A plébánosnak amiatt kellett távoznia a körükből, mert nem hitt a feltámadásban. Például amikor közösen imádkozták a iszek egyben, iszek egyben az ide vonatkozó tételt, akkor ő el hallgatott ennek a megvallásánál. Nos hát, Püspök, hogyha próbáljuk meg erre a kérdésre válaszolni, vajon a római katonák tényleg olyan idézőjelbetéve amatőrök voltak, hogy Jézus életben maradhatott? Vegyük sorra Jézussal a Jézussal történeteket, tehát hogy mit kellett elszenvednie, és ezek figyelembevételével elképzelhető el, hogy akár orvis, orvosilag, vagy éppen józan észszel vizsgálva túlélte ő a keresztet. Az ókornak nagyon sok borzalmas kivégzési módja volt az elevenen elégetéstől kezdve megkövezés és millió más borzalmas módszer, de az egyik legszörnyűbb az biztosan a keresztre feszítés. Volt maga Cicero a híres szónak, és mondja, hogy a legborzalmasabb kivégzés a keresztre feszítés. Ezt tartották fönn gyilkosoknak, tengeri kalózoknak, utonállóknak, illetőleg lázadást szító emberek is általában, a római birodalomban keresztre kerültek. A második zsidó háborúnak a végén tudjuk, hogy Hadriánus császár naponta kb. 500 embert feszítetett keresztre, mint megtorlást a háború utáni napokban. Tehát egy rettenetes és brutális kivégzés volt. Maga az evangéliumi leírás a szinte zárójelbe teszi, alig beszél a vérről meg a, a borzalmakról, talán azért is, mert olyan rettenetes volt a tanítványoknak is erre visszagondolni. Legtöbbször a kivégzés az ostorozással kezdődött, tehát egy mellékbüntetésként majdnem mindig ö, kapcsolódott a keresztre feszítéshez. A római korbácson csont, illetőleg fémdarabok voltak, sőt néha kampók is, amik az ember húsából darabokat kitéptek. Korabeli történetírók ezt le is írják, például Alexandriai Filon, illetőleg Józefus Flávius, hogy nagyon gyakran a megkorbácsolt embernek a csontjai kilátszottak, a bordái kilátszottak egy-egy ilyen megostorozás után, illetőleg sokan voltak, akik már az ostorozásba belehaltak. A kivégzés úgy folyt, hogy az illetőnek, a kivégzetnek, vagy az elítéltnek kellett a keresztgerendát a vállán vinnie, nem az egész keresztet, ahogyan mi ábrázoljuk. Valószínűleg az Jézus esetében semmi történt, hanem csak a vízszintes keresztgerendát, ugyanis a függőleges ága a keresztnek az a sziklába bele volt állítva, bele volt ékelve, tehát az mindig ott állt, és ahhoz erősítették mindig a vízszintes részét a keresztnek. Hogy pontosan hogy is történt a keresztre veszítés, azt egy döbbenetes régészeti leletből is ö, pontosan ö, kikövetkeztethetjük, tehát még, még pontosabban tudhatjuk. 1968-ban találtak Jeruzsálemtől északra nem messze Givat Miftár nevű dombon egy keresztre feszített embernek a csontjaiból ö, jelentős ö, darabokat, csontmaradványokat. Ez egy körülbelül 26 éves férfinak a, a csontjai, aki nagyjából Krisztussal ugyan, egyenlő, ugyanabban a korban, az első században élt, és, és ekkor feszítették őt keresztre. Az teljesen nyilvánvalóan látszik, hogy a, a kéz esetében a szögeket, valószínűleg állva volt a, a kivégzett, és úgy szögelték föl először a kezeit. Nyilvánvalóan nem a tenyérbe Ütötték, mert az kiszakadt volna, hanem a csukló alá. Ütötték valahol az alkarba. Úgy tűnik a leletből, hogy arra se nagyon figyeltek, hogy a végén legyen, hanem azt mondták, valahol beütik, és aztán majd szakad a, a test, és a, a szög úgyis odáig csúszik a csuklóig, és megtartja az illetőt. Tehát ennél a, az esetnél úgy tűnik, hogy sokkal lejjebb ütötték be a szöget, és az utólag csúszott föl neki a, a csuklójáig. Hogy ne szakadjon ki maga a szög a testből, azért rátettek egy kis fa ö, deszkácskát. Tehát úgy tudta ez megtartani, mert különben a testnek a súlya olyan erős lett volna, hogy az egész szögből kiszakad a, az emberi kéz. Utána szögelték föl a lábát. Ebben az esetben, amit megtaláltak, a két lábat egyetlen szöggel ütötték át. A lábak így kicsit oldalt álltak, és a sarokcsonton ment át a szög. Annyira beleütötték ennek a megtalált embernek az esetében, hogy ki se tudták szedni a szöget. Tehát a szög is benne van a csontban, a megmaradt csontban, és látszik az egyik lábánál, hogy végig is úgy szedték le az embert a keresztről, hogy fejszével a, levágták a lábát. Tehát nem tudták a szöget kihúzni, hanem végig is levágták a, az embernek a főső részét a lába még ott lehetett a kereszten, és utólag tudták valahogyan aztán lábát is onnan leverni. A keresztre feszített ember, ahogyan fölkerült a keresztre, nagyon nehezen tudott levegőt kapni, ugyanis ebben a megfeszült állapotban a tüdő is kifeszül, és nem tud a, az ember nem tud kitágulni, tehát nem tud az ember levegőt venni, csak borzalmas kínokkal saját magát újra és újra fölhúzva tudott levegőt venni, tehát a szögekken keresztül, a sebein keresztül, óriási fájdalom árán tudott újra és újra levegőt venni, vagyis az illető tünképp magát kínozta. Így órákon át, ahogy néha nagy nehezen kapott egy kis levegőt, akkor visszazuhant, akkor megint elkezdett fúdokolni, akkor megint óriási fájdalommal egy kicsit fölemelkedett, és újra levegőhöz jutott. Tehát egy borzalmas kínás, kínzás volt, ahol órákon át az elítélt szenvedett. Emiatt is alakult ki az, hogy egy idő után a keresztre feszítettek lábszár összetörték. Ez majd, hogy nem a, a kegynek volt a jele, mert akkor nem tudta tovább magát fölemelni, mert a lábszáraim össze voltak törve, tehát nem volt minél fogva, és akkor megfulladt. Tehát így volt vége ennek a, a kínlódásnak. Jézus esetében ismerjük a evangéliumi leírást, hogy ezt már nem kellett megtenni, mert ő meghalt. A borzalmas szenvedések olyan erősek voltak, hogy ő sokkal hamarabb meghalt, mint a mellette keresztre feszített két másik elítélt. Ezért a százados láncjával átdöfte az oldalát, hogy azért megbizonyosodjon a halálról, illetőleg biztossá tegye a halált, amit egyébként látott a testen. Azt is megjegyzi az evangélium, hogy vér és víz ömlött ki Jézus oldalából. Ennek a magyarázata valószínűleg az, hogy a rengeteg sebesülés miatt megtelhetett akár a, a tüdő, vagy a, a, a mellhártya, a, a szívhártya is vízzel, vérrel, savóval, és ez ez ömlött ki. Ez a, a savó, illetőleg a vér a testéből. Tehát egy borzalmas kínzás volt. Egyetlen egy esetet sem tudunk az ókorból, amit fölegyeztek volna, hogy egy keresztre feszített ember túlélte. Egyébként hadd emlékeztessek egy olyan dologra, ami még fiúkori tanulmányaimból maradt meg bennem. A római katonák nagyon szigorú szolgálati szabályzat szerint élték az életüket, és hogyha valaki szolgálat közben úgy viselkedett, hogy a fogja megszökött, akkor halálbüntetés volt a katonának is a sorsa, a büntetése, tehát nagyon-nagyon vigyáztak ők arra, hogy ilyen eset még véletlenül se fordulhasson elő. Egyébként, a hatja, hogy itt a Jézus szenvedéséről, hát megmondom őszintén, érzékletesen, de itt ez most negatív szempontból közelítem meg, hiszen borzalmas kínokat kellett Jézusnak is minden keresztre el elszenvedni. Viszont a szenvedés történetnek számomra van egy másik nagyon megindító eseménye, ami szintén érdekes dolog, amikor az úra Gecemáni kertben vérrel verítékezik. Én sokáig azt tartottam, hogy, hogy ez bizonyára csak valamilyen hát mondjuk túlzó leírás a belső lelki szenvedés illusztrálására, hiszen tudomásom szerint ilyen nem létezik, vagy valamilyen furcsa csoda szemtanúi lehetünk. Nemrégében azonban olvastam egy könyvet, amelyben egy neves amerikai orvos, most sajnos a neve nem jut eszembe, de ő a következőket mondta erről, hogy ez egy ismert fiziológiás állapot, amit hematidrózisnak neveznek, nem túlságosan gyakorú és e, nagyfokú pszichés stresszel hozható összefüggésbe. Azt történik, hogy az erős szorongás hatására olyan, olyan vegyi anyagok szabadulnak fel a szervezetben, amelyek károsítják a hajszálereknek a verejték mirigyeit, és ennek következik ezek bevéreznek a verejték mirigyekbe, és a veríték a vértől színezve üt ki a bőr felszínén. Tehát mindezzel azt akartam csak mondani, hogy az evangelisták nem valamilyen kitalált dolgot írtak le, hogy még jobban sajnáljuk Jézust, hanem ez egy valós jelenség lehet. Ez valóban így van. Én is <kül> olvastam ehhez hasonló elemzéseket, meg leírásokat, sőt úgy tudom, hogy egyes... Börtönökben ez néha megtörténik, például kivégzés előtti éjszakán. Hogy egy, egy rab annyira fél, annyira retteg attól, ami előtte áll, hogy a, a testén, a homlokán, a, a testén vér jelenik meg ettől a hatalmas lelki ö, fájdalomtól és félelemtől. Ha szabad még ehhez hozzászólni, hogy hogy tetsz halál. Én azt hiszem nagyon fontos azt is látni, hogy aki ilyet gondol, vagy ilyesfajta elméleteket Gyártott a múltban vagy a jelenben, soha nem abból indult ki, hogy bármilyen történeti adat erre utalna. Tehát se az, amit a keresztrefeszítésről tudunk, se az evangéliumok leírásai nem adnak ilyesmi ö, irányban jeleket, hanem mindig arról van szó, hogy van egy ideológikus elképzelés, amit az illető tudós, vagy, vagy akár nem tudom, az iszlám hagyománynak egy, egy iránya képvisel ami miatt ez a magyarázat praktikusnak tűnik, kita ami miatt kitalálják. Például van egy, egy nagyon híres ö, racionalista, biblia magyarázó, Marus. ő azt mondja, hogy, tehát ő abból indul ki, hogy az, hogy Jézus föltámadja, ez nyilván lehetetlen. Ezt egy normál, racionális ember nem tudja elhinni. De mégiscsak meg kell magyarázni, hogy akkor hogy születik a kereszténység. Hogy van egy ember, akit megölnek, annak van egy sírja, és akkor néhány nap múlva ezt hirdetik, hogy föltámad, ez hogyan áll össze. És ő azt mondja, hogy, hogy Jézus egy nagy forradal volt, a jeruzsálemi bevonulás az egy ilyen nagy kísérlete volt, hogy átvegye a hatalmat, ez nem sikerült, és tényképp kudarcot vallott. Amikor azt mondja, hogy Isten, Isten, miért hagytál el engem, szinte beismeri ezt a kudarcát. Reymárusz azt mondja, hogy a tanítványok ebben nem tudtak beletörődni, ők hinni akartak, és ellopták a holtestét, ők maguk, és azt kezdték híreztelni, hogy Jézus föltámadt, és majd az idők végén eljön. Tehát Reymarus azt mondja, hogy ez egy tudatos hazugság az egész kereszténység alapja. Erre ezt. azért még rá fogunk a következő Igen. mondat, vagy kérdések kapcsán majd térni, hiszen ez a Bibliában is megtalálható már ez a rész, ugye ez az ellopták kategória, vagy állítás, és hát ez valóban tartja magát az évszázad során, de még a keresztre feszítésnél maradjunk egy egy gondolat erejéig. Nagypéntekenként szinte mindig a híradókban bemutatnak, vagy nagyon sok híradóban egy-egy részletet, tévéfelvételt, felvételt, filmfelvételt, hogy fülöp a Fülöp szigeteken van egy olyan, hát számomra nagyon furcsának tűnő, és most nem is szokás, amit most nem is kommentálok, hogy helyes emberek keresztre feszítetik magukat. Nem csak egy-két emberről van szó, hanem szinte tömeges jelenség. Ez nagy turista látványosságnak is számít. Számít az a vallási aspektusára, most ennek abszolút nem akarok pontosan emiatt kitérni. Viszont ott azt olvasom, hogy ahogy ezeket az embereket leszedik a keresztről, abban a pillanatban elkezdik őket gyógyítani, és fél év, egy év kell, míg úgy, ahogy helyre jönnek, és lábra tudnak állni, és még tudnak egészségesen az emberek között élni. Na most képzeljük el a következőt, hogy ha Jézus ettől az egésztől nem halt volna meg, csak éppen elájult, hogyan fordulhatott elő, hogy mondjuk egy hét, három nappal később, vagy egy héttel később, mondjuk kilométereket gyalogolva, ezzel az átütött lábbal az Emmauszi tanítványok nyomába, vagy sarkába szegődik. Hát azt hiszem, hogy ez önmagában képtelen. És nyilván a Fülöp-szigeteken nem úgy feszítenek keresztre, ahogyan a római 2000 a... évvel Igen. ezelőtt igazából. Tehát ott úgy, úgy ütötték be ismétlem azt a lábszöget, hogy ezt nem lehetett többet kiszedni. Annak a végét lekalapáccsal le, leütötték, lekanyarították, tehát ezt a csontból többet nem tudta kihúzni. Ha szabad egy kicsit még folytatnom, hogy, hogy lássuk ezt, hogy mennyire modern ideológikus magyarázatok vannak néha az ilyen elméletek mellett. Egy másik híres tudós, egy Paulus nevű német 19. században, ő abból indult ki, hogy hát csodák természetesen nincsenek. Ez egy racionális ember nem tudja elfogadni, és hogy minden csodát meg kell magyarázni. Azt mondta, hogy a vihar lecsendesítése, az tulajdonképp nem más, mint Jézus jól ismerte a genezáreti tavat, tudta, hogy honnan jön a szél, ügyesen egy hegy mellett szélárnyékba a csónakot elterelte. Vagy a színeváltozás az csak az volt, hogy szembesütött a nap, Jézusnak a ruhája nagyon ragyogott, és a tanítványok így elámultak. És a, a föltámadás meg az volt, hogy ő tetsz halott volt, és szépen kisétált a sírból. Megint csak, mit látunk, hogy van egy ember, aki azt mondja, hogy csoda lehetetlen. Maximum, hogy azt mondja, hogy az egyetlen csoda maga Jézus volt. Tehát neki van egy prekoncepciója, egy determinisztikus, mechanisztikus világkép, amibe semmi természet fölöttivel való kapcsolat nem fér bele, és emiatt így, ilyen módon magyarázza a, az evangéliumot. Nyilván az ő világképébe a lurdban történő gyógyulások sem nagyon férnek bele, tehát talán a kutatóval van a baj, és nem a tényekkel. Az iszlám esetében, amelyik azt mondja, hogy Jézus tetsz halott volt, vagy, vagy nem halt meg igazából, szintén erről van szó. Az iszlám valószínűleg, vagy Mohamed maga keresztény szektáktól veszi át ezt a gondolatot. Tehát ez már megjelent gnosztikus szektákban is, hogy azt mondták, hogy Istenhez a szenvedés méltatlan. És az Isten lelke valamilyen módon elhagyta Jézust még a szenvedés előtt mert az lehetetlen, hogy az Isten ezt végigéli. Van olyan gnosztikus szövegünk, ahol azt olvassuk, hogy Jézus nevet a kínzóin, úgymond, mert ő már kívül van a testén, tehát ők azt gondolják, hogy őt kínozzák, de már csak a testét. Ahogy az, az iszlám hagyományban is ez kerül bele, hogy az Isten összetöri a keresztet, hozzá méltatlan ez a szenvedés. Tehát emiatt megint csak egy, egy ideológia van, ami azt mondja, hogy lehetetlen, hogy Jézus ezt elszenvedje. Valamilyen módon őt ebből ki akarják menteni, de ismétlem, az összes ókori forrásunk, ami rendelkezésre áll, és amit tudunk a keresztrefeszítés orvosi kutatásaiból, az mind azt mutatja, hogy ezt senki nem élte túl. Fogadjuk akkor ezt el, és akkor lépjünk egyel tovább. Nevezetesen a feltámadásról beszélgessünk. Most sokakban felmerül, és felmerült régebben is a kérdés, hogy az üres sírról szóló evangéliumi híradások azok hamisak. Ezt mondjuk sokféle képpen lehetne cáfolni, de én csak egyetlen szempontra hívnám fel a figyelmet. Az első századi zsidóság körében az asszonyok nem számítottak egyenrangúaknak a férfiakkal, hát ezt ugye azt hiszem, tudjuk. Annyira alacsonyan álltak ők a társadalmi ranglétrán, hogy a nők vallomását értételennek tekintették, és ezért hivatalosan nem is tanúskodhattak bírósági tárgyalásokon. Most ennek fényében, hogyha az első keresztények mondjuk csak kitalálták volna az üres sírról szóló történetet, akkor első tanukként, józan logikával élve, hát nem a szava hihetetlennek tartott asszonyokkal láttatták volna a sírt, hanem komoly férfiakkal. Tehát a husvéti események leírása már a kezdetkor, ugye az asszonyok talál, meglátják az üres sírt, tehát egy kendőzetlen, valós és hitelesnek tekinthető. Üm. Az üres sír ugye tehát a kereszténység egyik szimbóluma, bár sokan megkérdőjelezték a történelem folyamán, hogy, a, hogy ez valóban a feltámadást igazolja-e. Már a Bibliában is olvashatjuk azt az előbb is említett vádat, hogy a tanítványok ellopták Jézus holtestét. Mi lehet az igazság? Tehát megtehették -e ezt? Egyáltalán miért állítottak őröket a sír és mennyire volt komolynak mondható az az őrség? És tulajdonképpen fölmerül még egy dolog bennem, ami a régi hajdani történelmi tanulmányaimhoz kapcsolódik, hogy miért temették Jézust egy ilyen előkelőnek számító sziklasírba, amikor az első században a gonosztevők, akiket keresztre feszítettek, az volt a szokás velük kapcsolatban, hogy napokig a kereszten hagyták a holttestet ugye az állatok, vadáltok prédájául, és azután tömegsírba temették őket. Na most azt hiszem, hogy több kérdést is említettem egyszerre, de Püspök atya nézd el nekem, és próbáljuk meg Sorra venni ezeket? A zsidóknak volt egy érdekes előjoga a római birodalomban, mint sok más szokásukat is tiszteletben tartották. Azt is, hogy az ő számukra egy holtest, ami a, a szégyenfán, vagy a keresztem vagy a akasztófán van, elképzelhetetlen volt, hogy hosszú időn át ott maradjon, mert ők úgy érezték, hogy beszenyezi a földet egy holtestnek a jelenléte. És emiatt Eszélyüként olvassuk már Mózes 5. könyvében is, hogy nem maradjanak a holtestek alkonyat után. A szégyenfán átkozott aki a fán függ, és vegyétek le őket. Tehát emiatt alakul ki, hogy a rómaiak megengedték a kivégzés után a alkonyattájban a holtestek levételét. Általában ez volt a, a szokás, és Jézus esetében is ez történik. Aki ismeri kicsit Jeruzsálemnek a topográfiáját, azt tudja, hogy a, a Golgota sziklája az egyik városkapu mellett található, ami régen kőfejtő volt, hatalmas sziklákat vettek ki onnan, de valami miatt egy szikla tömb, egy nagyobb fajta szikla megmaradt pontosan a városkapu mellett, és ez rendkívül alkalmas volt arra, hogy ott legyen a kivégző hely, ugyanis mindenki látta, tehát ez egy elrettentő példa volt mindazoknak, akik a kapun kibejöttek. Jézus tehát egy, egy ilyen helyen szenvedi el a kereszt halált, és nem messze onnan, pedig pontosan, mivel ilyen sziklás terület volt, és kőfejtő valaha, voltak sírok. A, a városon kívül, ugyanis a zsidó törvények szerint városon belül nem lehettek sírok, de a város mellett rögtön voltak. Hogyha valaki ebben esetleg kételkedne, annak a számára elég, ha elmegy a Szentcsír Bazilikába, ahol megvan a Golgota sziklájának is a a maradványa tehát lehet ebből ö, valamennyit látni üvegeken keresztül. És ha kicsit odébb megyünk, sajnos Jézus sírjának a, a sziklájából alig maradt meg valami, mert 2009-ben egy Hakim nevű pasa, egy félőrült pasa elpusztította Jézusnak a sírját. De ha kicsit hátrébb megyünk, ott még látszik a szikla a fal, és sírok. Tehát az, hogy a Golgota sziklája mellett a közelben voltak sírok, ez teljesen nyilvánvaló. Az evangélista pedig leírja, hogy Jézusnak volt egy, egy szimpatizánsa a főtanácsban, Arrimatei József, aki elkéri Jézus holtestét, és az egyik sírbolt az övé volt, tehát ő ajánlja föl ezt az új sírboltot Jézusnak. Egyébként ennek talán szimbolikus jelentése is van, vagy van egy, egy mélyebb üzenete. Abban az időben nagy embereknek, királyoknak általában olyan eszközöket adtak, amit még senki sem használt. Talán ez lehet a üzenete annak is, hogy Jézus olyan szamárcsikóra ül föl, ami még senki sem ült, ahogy ez szokás volt királyoknál, és ugyancsak ez a sír volt, olyan, amiben még senki sem feküdt. A az üres sírnak a tényszerűségével kapcsolatban hadd mondjuk akkor néhány gondolatot. Nyilvánvaló, az üres sír önmagában nem bizonyítja Jézus föltámadását. Mert annak, hogy egy sír néhány nappal később üresen áll, annak sokféle oka lehet lehet az, hogy ténylegesen ellopták, a holttestet lehet az, hogy tetszhalott volt, magához tért, elment, lehet az, hogy vadállatok a holttestet megették, elvitték, tehát nagyon sokfajta oka lehet annak, hogy egy sír volt. Üresen marad. Hat tegyem rögtön hozzá, hogy a, a zsidós hírok pontosan azért, mert a, az elhunytak iránti tisztelet nagyon erős volt, ezek ilyesmi elől be voltak biztosítva, egy hatalmas kő állt a bejáratnál, amit nagyon nehéz volt ö, odébb hengeríteni, tehát nem volt ö, egyáltalán könnyű a sírboltba bejutni, általában több férfi kellett hozzá, hogy ezt a kaput kinyissa, vagy ezt a követ Az üres sír azonban egy nagyon fontos jele a föltámadásnak, tehát nem egy magában bizonyítéka, hanem inkább azt mondanám, egy lenyomata, egy jele, egy lábnyoma az Istennek, aki cselekszik. Egy második fontos gondolat, a, az üres sír ténye nélkül Jeruzsálemben a föltámadás örömhírét lehetetlen lett volna hirdetni. Tehát ha bárki kiállt néhány héttel Jézus kivégzése után Jeruzsálem főterére, és azt mondja, vagy az utcákon bárhol, hogy Krisztus föltámadt, akkor kinevették volna, és azt mondták volna, hogy hát menj csak el szépen a sírhoz, nézd meg, hogy ott van. Ez teljesen nyilvánvaló például abból a részletből is, amit az apostolok cselekedetei idéz, ahol Péter apostol elmondja, hogy, hogy Dávid meghalt, és a sírja mind a mai napig itt van közöttünk, meg lehet nézni. Tehát amit ő ír a föltámadásról, az nyilván nem ő rá vonatkozhat, mert neki a teste itt van. Tehát ha lett volna egy sír, meg lett volna egy test, teljesen lehetetlen lett volna Jeruzsálemben Krisztus föltámadását hirdetni. És a had próbáljak fölidézni néhány nagyon alapvető tényt, amit talán fontos tudnunk ahhoz, hogy értsük a húsvét eseményeit. Az első nagyon fontos tény az, hogy a, a, tanítványok egyáltalán nem várták Jézus föltámadását, hanem kétségbe voltak esve, azt gondolták, hogy mindennek vége. Az evangélium elmondja, például az tanítványok már a hét első napján, tehát a szombat elmúltával azonnal mennek el Jeruzsálemből, mindent el akarnak felejteni, talán szégyellik is, hogy ennyire hiszékenyek voltak, hogy ennek a názereti tanítónak hittek. Tehát bennük minden összeomlott, és minél hamarabb mennek el onnan. Péter azt mondja, hogy megyek halászni. Tehát megy vissza a régi életéhez. Vagyis egyáltalán nem arról van szó, hogy ők nagy lelkesedéssel várnak valamit, hogy itt valaminek történnie kell. Akkor kicsit paradox dolog, hogy a főtanács ő sokkal jobban bízottabban, vagy feltételezte, hogy na itt nincs vége ennek, ennek az egésznek, itt még valami történni fog, hiszen őröket állítottak a sír elé. Igen, majd, hogy nem jobban Igen. tartottak ettől, vagy jobban komolyan vették amit Krisztus mondott. Egy Egy második... Valóban elhihették egyébként ezt? Vagy ők tényleg csak az, hogy na el ne lopják a tanítványok, vagy, vagy valamitől tartottak, valami gyanús volt nekik, hogy, hogy itt még valami történhet? Mert, mert, miért állítanának egy halotthoz őrséget? Ez a... számomra olyan, mindig olyan megfejthetetlen rejté, hogy, hogy, hát, hát ha tényleg egy akkora nagy kő van ott, akkor, akkor, akkor mitől tartottak ezek az emberek ott a főtanácsban? Biztos lehetett bennük valami a rossz lelkiismeretből is. Azt gondolom, ahogyan később az apostolokat üldözik. Tehát abba is van valami majd, hogy nem irracionális, vagy ahogy Szent Istvánt megkövezik pusztán azért, mert ő Krisztust hirdeti. Tehát a, van, van ebben valami a rossz lelki ismeretből illetőleg ebből a, a fajta sátáni célból, hogy eltaposni, eltüntetni, nyoma sem maradjon. A ritkaság volt egyébként, tehát ilyen, hogy egy vallási okból, mondjuk, mint Istvánt, vagy aztán később Jakabot, hogy megragadni, elpusztítani, ez nem volt Túlságosan jellemző a zsidó népre. Tehát egy meglepő kegyetlenség, amivel a Krisztus tanítványok felé is aztán fordulnak. Egy másik nagyon fontos tény azt hiszem, amit világosan kell látni, hogy a, a tanítványok világképében sem volt, és a görög korabeli világképben sem volt egy olyan elképzelés, hogy egy elhunyt majd föltámad. Amikor Szent Pál. Az Európágoszi beszéden ezt említi, hogy Jézus föltámadtak, akkor kinevetik. És azt mondják, erről majd máskor is meghallgatunk. És hát a zsidó elképzelésben sem volt erről úgy konkrétan szó, hogy a messiás meghal és föltámad. Vagyis nem arról van szó, hogy a tanítványoknak ez benne van valahol a világképükben, a világképük elemei között, és egy nagy belső élményt átélnek, és akkor ők azt gondolják, ja ez az, akkor Jézus tényleg föltámadt, és akkor hirdessük ezt. Tehát ilyen teljesen ö, távol állt az ő világképüktől, nem arról van szó, hogy egy élményt a világképük alapján így értelmeznek, hogy Jézus föltámadt. Hanem pont fordítva egy olyan tényel találkoznak, amikor a föltámadottal találkoznak, ami az egész addigi világképüket gyökeresen fölforgatja. És emiatt újra gondolják azt, hogy ki az Isten és elkezdenek beszélni lassanként a Szent Háromságról. Újra gondolják a vallást, és nem a szombatot fogják ünnepelni, hanem a vasárnapot, a hét első napját, amikor ők Krisztussal találkoztak a föltámadással. Ebből is nagyon nyilvánvaló, hogy valami azon napon történt, amit ők átéltek, ami az egész életüket fölforgatta, és amire ők a kereszténységet ráépítik. Tehát ez nem egy, egy sok évvel későbbi szép legenda, hanem ez másnap, a szombat utáni első napon történt, amire ők ennek az új hitnek az alapjait, az ünnepét, a vasárnapot ráépítik. És egyébként nagyon érdekes dolog számomra, hogy ugye a tanítványok nagyon-nagyon el vannak keseredve. Megtapasztalják utána azt, hogy Jézus föltámadt, és ugye valahol a föltámadásnak a valós bizonyítéka számomra, vagy bocsánat, közvetett bizonyítéka az, hogy az a annak a zsidó népnek a fiai, akik ugye évszázadokon keresztül csak azért maradtak fönt a sok-sok eltűnt nép között, ott a szírektől kezdve, vagy mindenféle más Babilon és egyéb nemzetek között, mert ők egy egyisten hívő, nagyon szabályozott, nagyon mondhatnám így, hogy konvenciókkal, vagy konvenciókban levő életet éltek, ahol, ahol, ahol minden hit rendszerezve volt, és most ezek az emberek egyik napról a másikra azt mondják, hogy teljesen más dolog. Itt nem, 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 nem az van, mint amiben eddig hittünk, valami egész mást kezdenek el vallani. És ez számomra egy közvetett bizonyíték, hogy hogyha ezek, akik ebben éltek, és tulajdonképpen évszázadok óta fennmaradásuknak záloga volt, hogy abban higgyenek, amiben Mózes, amit Mózes nekik előírt, egy ilyen nagy pálfordulás nevezzük így, az, az, tényleg egy, egy, egy közvetett bizonyíték nekem. Kénző, egy gyökeresen, egy új gyökeresen új dolog indul el bennük. <höh> és a harmadik tény, valami hasonló, amit én is meg akartam fogalmazni, tehát ez 12, illetőleg 11 ember menekül Jeruzsálemből úgy gondolják, hogy mindennek vége, el vannak keseredve. És mit látunk, ez is egy történelmi tény, tehát ez nem a magyarázat, hogy egy néhány hét múlva ők ugyanott vannak Jeruzsálemben, az életveszélyes városban, ahol azt kockáztatják, hogy őket is elkapják, ahogy ez később aztán be is következik. És nem sokkal később elkezdik ezt hirdetni, hogy Krisztus él, mi láttuk, ő úr és messiás, és ettől kezdve az életük másból sem áll, mint boldogan ezt hirdetik, mennek az, az egész világra, egy életen át más sem tesznek, mint boldogan hirdetik Jézusnak az örömhírét. A kettő között az ő szétszaladásuk, elkeseredésük, meg e között a boldog húsvéti örömhír hirdetés között valaminek történnie kellett, ami ezt a hatalmas változást megindokolja. És hát ez a, a valami Krisztus föltámadása, amit önmagában nem ír le az evangélium, hanem a megjelenést írja le a föltámadottal való találkozást. Illetőleg az üres sír, ahogy említettem, ez ennek valami fajta lenyomata, lábnyoma, amit ez az esemény <coughs> hagyott a történelemben. Az üres sírnak a, az elképzelése az nyilván egy, egy determinisztikus, mechanisztikus világképben nagyon értelmezhetetlen. Tehát nagyon nehezen megmagyarázható, hogy az a holtest hova tűnt. De azt gondolom, hogy a mai világképünk, és amerre a tudomány mostanában halad, az nagyon sokban segít abban, hogy ezt az eseményt megértsük. Egyre világosabbá válik a mai tudomány számára az, hogy a mostani anyagvilágnak van kezdete. Ahogyan beszéltünk erről a teremtés kapcsán, a térnek és az időnek egy konkrét pontján hatalmas mennyiségű energia ott termett és áradt szét. A mai tudomány az anyagot egyáltalán nem ilyen kis golyócskáknak képzeli el, hanem tulajdonképp az anyag az a fényből van, az energiából van, a fénynek különböző ki kristályosodásai vagy összecsomósodásai, ahol a fény megpördül és egy-egy energia tömeg ott, vagy egy energiadarabot keletkezik, vagyis az anyagnak az alaptermészete szellemi, az anyag energia. Energia, amihez szoftvert is adtak, amihez adtak gyönyörű arányokat és mennyiségeket, de alapvetően nem kicsi golyócskáknak kell elképzelni. És ez teljesen nyilvánvaló, hogy ennek az anyagvilágnak van kezdete. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy az ember felé irányult kezdettől fogva, a szellem felé, a gondolat felé. És az is látszik, hogy az ember pedig irányul kezdettől fogva az Isten felé, a beteljesedés felé. Tehát ebben a fajta képünkben az anyagvilágról azt gondolom, hogy nagyon is helye van az üres sírról szóló örömhírnek és beszámolónak már az első keresztények körében is a egyik legközpontibb helyet kapott az ige során Jézus feltámadása a feltámadt Jézussal ugye nagyon sok ember találkozott. Számomra az egyik legérdekesebb a első korintusi levél 15. fejezetében található részlet, ahol a Pál azt írja, hogy, 500 embernek jelent meg Jézus. Ez egy, ez, egy, ez egy hihetetlen nagy szám, tehát hogyha tanú bizonság kell, akkor, akkor ez számomra mindenféleképpen az. És egyébként azért is fontos ez a, ez a nagy szám, mert vannak manapság olyanok, akik azt állítják, hogy Jézus megjelenései az illetékesek számára egyfajta hallucinációk voltak. Hát most nem tudom, akik manapság ezt hiszik, lehet, hogy sok mentalista műsort néznek a televízióban, vagy, vagy Uri Gellernek a rajongói. Minden esetre egy Gary Collins nevű nehes, neves amerikai pszichiáter, amikor föltették neki ezt a kérdést, ő a következő írásos szakvéleményt adta, és ezt most szó szerint idézem. A hallucinációk mindig egyéni történések, Természetüknél fogva egy bizonyos hallucinációt egyszerre csak egy ember láthat. Sosem fordult elő az, hogy emberek egy csoportja ugyanazt hallucinálja. Az sem lehetséges, hogy valaki hallucinációt keltsen másokban mivel a hallucináció kizárólag az egyén szubjektumában, egyéni érzékeiben létezik, teljesen nyilvánvaló, hogy mások ennek nem lehetnek tanúi. Nos, én azt hiszem, hogy ezt, csak, ezt el kellett mondanom, mert még vannak nagyon sokan manapság is, akik tényleg erre gyanakszanak, vagy ezt állítják, hogy hallucináció volt, amit az emberek átéltek. Nos, ledig tehát az idézet, és előző műsorunkban már többször, többféle módon a tudományokat segítségül hívva bebizonyítottuk az új szövetség és az evangélisták hitelességét. Hát bízunk akkor tehát ebben a hitelességben is, Püspök vegyük sorra, hogy kik azok, akik valóban tanúskodtak Jézus feltámadásáról, kiknek jelent meg Jézus külön-külön vagy csoportosan. Ha áttérünk akkor most a megjelenésekre, azért hadd mondjak általánosan két rövid gondolat. Ez az egyik nagyon különleges az a szó, amivel az evangélium a megjelenéseket Kifejezi vagy leírja, nem azt a szót használja, amit a Biblia gyakran használ, akkor, ha egy profétának látomása van, hogy láttam az Urat. Nem, nem így fejezi ki, hogy mondjuk Péter látta Jézust. Tehát nem egy látomáshoz hasonlítja, vagy egy ilyesfajta élményhez, hanem egy, egy nagyon sajátos ö, ige alak állít, ami egy szenvedő igealak, és szó szerint így kellene lefordítani, hogy lát láttatott. Jézus láttatott, vagyis megengedte, hogy lássák. Láthatóvá tette magát. És az ige azt fejezi ki, az Ószövetségben is néhányszor szerepel, ahol maga Isten jelenik meg, vagy valamilyen jelet ad magáról. Azt akarja kifejezni, hogy az a valóság, ami természete szerint láthatatlan. Mert a föltámadt Krisztus átjutott az atyához. Átjutott egy másik dimenzióba, egy másik világba természete szerint az embernek láthatatlan. De ő visszatért és jelet adott magáról, tehát megtapasztalhatóvá tette önmagát. Na most ez azt jelenti esetleg, hogy akkor ez a feltámadt test olyan tulajdonságkal rendelkezett, hogy nem volt mindenki számára látható? Tehát Jézus átlép a halállal és a föltámadással, ő átlép az atya országába, is, nem ez a földi, Élete folytatódik. Nem úgy támad föl, mint Lázár mondjuk, akinek van egy egy fizikai élete, és utána újra meghal, hanem Krisztus úgy támad föl, hogy soha többet nem hal meg, hanem ő, ő az Atyához ért. Ő átjutott egy másik dimenzióba, és éppen ezért ő akkor és olyan módon tette megtapasztalhatóvá magát, ahogyan ezt ö, akarta, ahogy nyilván lehetővé tette neki a, a, a tanítványoknak a hite is, akik erre nyitottak voltak. De ez akkor Te... most dogmatikai kérdéseket vett föl számomra, bár erre most nem teljesen készültünk, de ezek szerint a feltámadása utáni Jézus ugyanúgy valóságos Isten és valóságos ember volt, mint ahogy azt a hitvallásban mi hiszük és valljuk? Természetesen igen, de. A, a katolikus hit úgy vallja, hogy a, az emberi test az a, a halál utáni életben teljesen más módon fog létezni. Tehát a mi esetünkben is, amikor valljuk azt, hogy a test föltámadás, az nem pont azt jelenti, hogy ez a típusú anyagi test, ami lényeges szerint romlandó. Tehát ez a mostani testünk nem képes arra, hogy, hogy örökké éljen, nem, nem ez fog valamilyen módon reprodukálódni hanem ahogy Szent Pál Apostol mondja, szellemi testben támadunk föl, ezt nyilván nem tudjuk elképzelni innen ebből a mostani világunkból, hogy ez pontosan hogyan De Jézus ezzel a testtel rendelkezett Igen. Akkor, vagy feltámadás után. És hát erre nagyon sokféle módon utal is az evangéliumi leírás, például azt mondja, hogy az emózi tanítványok vele mennek olyan emberek, akik őt ismerték, és beszélgetnek vele, és nem ismerik meg. Tehát ez jelzi, hogy azért amit ők átéltek, az ugyanaz a Krisztus volt, de mégis gyökeresen más. És aztán ahogy megtöri a kenyeret, abból ismerik meg. Vagy Mária Magdolna szintén találkozik vele, és nem ismeri meg. Tehát nem az arcár, ő arról ismeri meg, ahogy Jézus mondja neki, hogy Mária. Vagy hát az evangélium leírja, hogy zárt ajtók mögött vannak és Jézus hirtelen megjelenik számukra. Nem azt írja az evangélium, mint általában rossz a fordítás, hogy belépett. Tehát nem ezt képzeli el, hogy áthatol Jézusnak a teste a falon, hanem így mondja, hogy megállt. Tehát egyszerre csak ott volt. És aztán azt mondja, hogy egyszerre megint eltűnt előlük, már nem tudták érzékelni. És ezek az, a leírások azért is nagyon fontosak, mert megint csak pontosan jelzik azt, hogy valami olyat akarnak leírni, ami szinte leírhatatlan. Vagy olyat akarnak kifejezni, ami kifejezhetetlen. Megint csak egyrészt mutatják, hogy ezt nem kitalálják, hanem ők tényleg valami döbbenetes dolgot élnek át, és alig tudják leírni, hogy mi is történik. Ahogyan itt elhangzott, ha kitalálták volna, akkor nem így, nem így írnák le, nem pontosan egyformán és abszolút materiális módon, és nem így, hogy például nem ismerték meg az arcáról. Tehát Krisztus megtapasztalhatóvá teszi magát. A tanukat hadsoroljuk föl, abszolút egyetértek ezzel, és újra hangsúlyoznám, hogy asszonyok az első tanuk, akik a zsidó szokásrend szerint nem számítanak szavahihető tanúnak. Tehát megint csak, ha kitalálták volna, nem így találták volna ki, egészen biztos az, hogy megőrizte az evangélium ezt az emléket, hogy ők szaladtak ki a sírhoz, és ők hozzák az első hírt, ez megint csak történeti tény, a húsvét hajnalnak a legelső eseménye. Említi az evangélium az Emmauszi tanítványokat, az egyiket név szerint is Kleofást, aki ennek az élménynek részese volt. Említi az evangélium Pétert. A Lukács evangélium egészen röviden, a tanítványok ezzel fogadják az Emmauszi tanítványoknak, adott, hogy föltámadt Krisztus és megjelent Simonnak. Illetőleg a, az első korintusi levél, amit idéztél, az előbb szintén így indul, hogy föltámadt harmadnapon az írások szerint, és megjelent először Péternek, aztán Jakabnak, és a, a többi apostoloknak. Tehát Péter, aki hangsúlyos szerepet kap. Itt a 11 apostol, az 500 testvér, akit szintén említettünk már, Jakabnak a neve még külön szerepel is maga Pálapostól, aki a saját Krisztus élményét is ebbe a sorba nyilván egy kicsit különbözőként is, de mégiscsak ide sorolja. Számomra egyébként megint ez is egyfajta bizonyító erővel bír, mert bármennyire is oda vannak sokan az összeesküvés elméletekért, de az számomra elképzelhetetlen, hogy összejön több száz ember, és megbeszélik egymás között, hogy gyerekek, mondjuk azt, hogy Jézus föltámadt mindenkinek. Hát ez pillanatok, erre pillanatok alatt fényderült volna, ha ilyen történik, és hogyha ez nem valóságos alapokon nyugszik. Az viszont fölmerülhet az emberben, és föl is fölismerül nagyon sokakban, hogy a Jézus feltámadásáról szóló híradások nem -e későbbi legendák, amelyek csak jóval az események után keletkeztek, hogy hihetőbbé tegyék aztán később Jézus tanítását. Az evangéliumok keletkezés idejéről már beszéltünk korábban, de egy nagyon néhány mondat elejéig egy picit elevenítsük fel, és nézzük meg ebből a szempontból mind az evangéliumokat, mind az apostoli leveleket is, amelyek említik a feltámadást. Tehát mikor keletkeztek? Nagyon-nagyon későn, tehát hagyományok kerültek -e ezekbe bele, vagy pedig kortársak, szemtanúk írták ele valóságban az eseményeket? A legrégi bújszövetségi irataink, azok a páli levelek, amelyek ténylegesen mint írásmű elkészültek az 50-es évektől kezdve, kezdettől a föltámadás hitét tartalmazzák, tehát már az első tesszalonikai levél és az a nagyon híres tanúság tétel, amit itt többször idéztünk, az első korintusi levél 15. fejezete, ez 56-57 tájékán íródik ez a levél, amely ezt a tanúságot tartalmazza. Azonban Pálapostól ezt így vezeti be, hogy azt hagyományoztam át nektek, azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam. Vagyis ő egy olyan dolgot idéz, amit ő maga is hallott, mint hagyományt mint tradíciót elfogadott. És akkor idézi ezt a klasszikus formulát, amit tulajdonképpen egy hitvallás formulája az első keresztényeknek, hogy Jézus meghalt és eltemették az írások szerint, és föltámadt és megjelent, szintén az írások szerint, és akkor sorolja, hogy kinek jelent meg. Tehát ez egy ősi formula, amit 56-57-ben Pálapostól leír, de nyilván ő valahonnan tanulta. És honnan tanulta, ha az életét ismerjük, teljesen nyilvánvaló, hogy Antiókiában, ahol ő az első keresztény közösségnek tanítója volt, mestere volt, vagy akár már korábban, ezt nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor, de legkésőbb akkor, tehát a 40-es évek elején, amikor Antiókiában Barnabással együtt az ottani keresztény közösségnek mestere. És hát nyilván nem Antiókiából ered ez a hitvallás, hanem egészen Jeruzsálemből származik, ahonnan a kereszténység indul. Hadd tegyem ehhez hozzá, hogy a, a páli levelek annak ennél, hogy a legrégibbek, mint készírásmű, de mégsem a legelső ö, kikristályosodott hagyományegységei a kereszténységnek, Nem sokkal ősibb a pasió eredeti formája, ami aztán később beépül a Márk evangéliumban, de a pasió az Krisztus után 36-37 táján legkésőbb elkészül. Még Kaifásnak a főpapsága alatt. És hát a pasiónak a vége, az utolsó perikópas, pontosan a föltámadás örömhírének a meghirdetése. Tehát ennek a, a nagy hagyományegységnek része, Krisztus föltámadásának a meghirdetése. És az is teljesen nyilvánvaló minden forrásunkból, hogy a kereszténység kezdettől fogva ezzel az örömhírrel állt elő, hogy Krisztus föltámadt. Józefus Flavius, a híres történetíró ezt írja. Hogy a keresztények azok Krisztusban hisznek, és úgy hirdetik, abban hisznek, hogy ő föltámadt és él, azt állítják, hogy él. Tehát kezdettől fogva a keresztény örömhírnek ez a lényege és szíve kedves hallgatóink, azt hiszem, hogy ezek nagyon szép zár mondatok, záró mondatok voltak, és, és az első keresztényekkel együtt, igen, mi is hittel és teljes bizonyossággal mondjuk a életünk minden napján, hogy Krisztus valóban föltámadott, és valóban támadjon fel a mi lelkünkben, a mi életünkben is. A Hitkapuja című műsorban nagyjából ennyi fért. Természetesen az idő rövidsége miatt nem tudtunk minden felmerülő kérdésre válaszolni, sőt, talán nem is ismerhetünk minden kételyt, ami megfogalmazódhat egy-egy emberbe. De éppen azért arra kérjük önöket, hogy nyugodtan írjanak nekünk, tegyék fel a kérdéseiket, és mi, és mi lehetőség szerint válaszolni fogunk azokra. Ez volt tehát a Hitkapuja című műsor Székely János Püspökatyával és Kindelman győzővel. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenre